A nemzeti rendőrség gazdasági osztályának vezetőjének autóját lövések érték Ungváron. Manzulics Ivanova Inessa, a Kárpátaljai Nemzeti Rendőrség szóvivője számolt be erről. Azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés reggel 9 óra körül kezdődött meg az Oszipenko és Zahorszka utcák kereszteződésénél, amikor a férfi a munkába tartott. Ebben a házban él a 66 éves Mária, a Zahorszka és az Oszipenko utcák kereszteződése mellett, akit egy visszapattant golyó sebesített meg. Iván, a sérülés szenvedett hölgy unokája azt nyilatkozta, hogy nagymamája jelenleg felfokozott idegállapotban van. Nem vagyok benne biztos, de közel 3 lövést hallottunk. Abban a pillanatban, amikor nagymama kiment, vagy egy szilánk, vagy egy golyó érte a testét. Most pihen, és nem akar beszélni. A lövöldözés után a nőt a kórházba szállították, ahol bevarták a sebét és hazaengedték. Egy légfegyver visszapattant golyója által okozott sérülés véget hívott minket egy hölgy. A hasi tájékban lenti részén találtuk meg a golyót. A sérülés felületi nem áthatoló. Találtunk egy golyót, amely a nő öltözékébe volt beakadva. A felfokozott idegállapot miatt vérnyomás csökkentő gyógyszert adtunk be a betegnek, elláttuk a sebét, kötést tettünk rá, és elszállítottuk a városi kórház baleseti osztályára. A rendőrség keresteti azon személyeket, akiknek köze lehet az említett bűncselekményhez, illetve kutatja a bűncselekmény elkövetésének okait. Az ügyet a bűnöldöző szervezet munkatársának életét veszélyeztető cikk szerint osztályozták. Ennek megfelelően 15 évig terjedő vagy életfogytiglani börtönbüntetést kaphat a bűnös. Jelenleg is zajlik a nyomozás. A mai napon a Városi Tanács gyűlésén a képviselők támogatták az Ukrajnáért elesett katonák emlékművének az Ungváron való felállításáról szóló kérelmet. Erről számolt be Frint Szerhi, a kérelem ötletgazdája és kezdeményezője. Arról számolt be, hogy egy éve nyújtották be a kérelmet az elesett katonák édesanyjaikkal és az Ungvár Korvalisz testvérvárosok egyesületével. Palai Andri, Klücskovics Katerina fia 2015. februárjában esett el Debalcovo környékén az ottani harci események következtében. A nő támogatta a terrorista ellenes hadművelet során elhunyt katonák emlékére felállítandó új emlékműnek a kérelmét. Nem csak az én véleményem ez. Szerintem többen is támogatni fognak majd engem. Az elesett fiúk megérdemlik, hogy egy méltó emlékművet kapjanak. Nem tudom, hogy a dicsőség dombján elhelyezkedő emlékművet kinek állították fel, és milyen alapon, mivel külsőleg sehogyan sem kapcsolódik a kelet-ukrajnai háborús történésekhez. Teljesen érthetetlen az emlékmű, valamit kifaragtak rajta, de nem tudom, hogy kinek is szánták igazán. Mi azt szeretnénk, hogy az emlékmű megyei szintű legyen, ahol nem csak a katonákra emlékszünk majd, hanem az önkéntesekre és mindenkire, aki az ország függetlenségéért adta életét. A Kis Galagó nevű parkban tervezik felállítani az emlékművet, amely a Kárpátaljai Területi Adminisztráció székháza és az Ungvári Nemzeti Egyetem rektori hivatala mellett található. Ezt az emlékművet a Területi Adminisztráció székháza mellett kell megörökíteni azért, hogy a gyerekek, unokák és dédunokák is lássák és tudják, hogy kinek köszönhető az ország függetlensége és békéje. Az elesett katonák édesanyjai és özvegyei az emlékmű felállításának a kérdésével az Ungvár Korvalisz testvérvárosok egyesületéhez fordultak. Az év folyamán a dicsőség dombján sor került egy emlékmű felavatására. A területünkről sajnos nem hívtak meg senkit. Azután, hogy elbeszélgettünk a családtagokkal, kiderült, hogy senki nem kérte ki a véleményüket sem az emlékmű felállításával, sem a felavatásával kapcsolatban. A beszélgetések során abban egyeztünk meg, hogy aktuális lenne mind Ungváron, úgy a többi megye központban egy olyan emlékmű felállítása, amely az orosz agresszió következtében elesett hősöknek szól. Dovbáka Olekszandr, ungvári tervező készítette el az emlékmű tervét. 2014-ben a terrorista ellenes hadműveletben vett részt. Arról számolt be, hogy ez lehetőséget adott neki az emlékmű más szempontból való megtervezésére. Nem akartam azt, hogy hasonlítson más emlékművekre. Ez egy egyházi és katonai motivum. Azt szerettem volna, hogy az emlékmű semmivel sem emlékeztessen a háborúra. Két oszlopot terveztem meg, amelyek az élet kapuit ábrázolják, a kapun keresztül pedig egy gólya repülát. A Városháza 27 megjelent képviselőjéből 27-en támogatták az emlékmű felállítását. Trint Szerhi, a kérelem ötletgazdája és a Városi Tanács képviselője azt mondta, hogy az emlékművet a város és a megye költségvetéséből állítják majd fel.
A város és a megye közös támogatásából állítjuk majd fel az emlékművet, de mivel Kárpátalja összes elesett katonájának emlékjú szolgál majd, ezért a támogatás nagyobb része a megyei költségvetésből érkezik majd. Arra törekszünk majd, hogy a költségeket az elesettek családjainak kérelmeihez hülyen használjuk fel. Flint Serhi arról is beszámolt, hogy a Kis Galagó nevű parkban felállítandó emlékműre közel 3 millió hrivnyát utalnak majd ki.